A Mi Hazánk mozgalom az elmúlt hónapokban számos gazdasági javaslatot rakott le a kormány asztalára, annak érdekében, hogy ezt a gazdasági krízist minden jobban meg lehessen oldani. Mi ugyanis komolyan gondoljuk azt, hogy ne a magyar emberek, ne a magyar dolgozók fizessék meg ennek a gazdasági válságnak az árát, hanem sokkal inkább ezeknek a haszonélvezői legyenek azok, akiknek meg kell fizetni ennek a gazdasági válságnak az árát. Azonban október 23-ig a kormány, hiába vártuk, nem nagyon lépett ezen előterjesztéseink kapcsán, ezért október 24-től egy figyelemfelkeltő országos tüntetéssorozatot szerveztünk, és most ennek itt a Miskolci állomásán vagyunk, ahol egy félpályás útlezárással szeretnénk felhívni erre a figyelmet. De volt hasonló útlezárás már Pécsen, Szegeden, Esztergomban, volt megmozdulásunk Debrecenben, Kecskeméten, és legutóbb pedig a budai várban, a Karmelita kolostor közelében. Ahogy mondtam, több ilyen javaslatunk is volt, az egyik a digitális tech cégek megadóztatására vonatkozott, mint a Google vagy a Facebook, hiszen ezzel plusz forrásokat lehetne bevonni a magyar költségvetésbe. A Facebook 2021-es bevétele például 118 milliárd dollár volt, ami 44 ezer milliárd forintot jelent, és hogy ezt érezzük, abban az évben, tehát 2021-ben Magyarország teljes bevétele 25 ezer milliárd forint volt. Tehát azt kell látni, hogy mi Magyarországon egy keszegsütő minden adott keszeg után befizeti az adót, addig ezek a nagy cégek egy petákadót nem adnak a közösbe. A javaslatunk volt például a kaszinóknak a megadóztatása, illetve az oligarcha adó bevezetése is, hogy ők is vegyék ki a részüket a közterviselésből ezekben a nehéz időkben. Azért részsiker is már be lehet számolni, hiszen több hónappal ezelőtt javasoltuk a rendszerhasználati díjnak a csökkentését, illetve a teljes eltörlését a válság időszakára, és ugye néhány nappal ezelőtt a kormány bejelentette, hogy jövőre már nem fogják emelni a rendszerhasználati díjat. Azonban ennek ellenére is mi azt gondoljuk, hogy további intézkedésekre van szükség, mert mi azt szeretnénk, ha tényleg nem a magyar dolgozók, a magyar emberek fizetnék meg a gazdasági válság árát.